Szevasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt az Andonik, honnan fúj a szél, rendszeres időjárás jelentése péntekenként. Mit szóltok hozzá? Ennyi időt kellett várnunk, hogy a 2020-21-es tél leghidegebb időszakát éljük meg. Február közepe van lassan, és tegnapra viradóra az ország jelentős részét viharos, sőt, orkán erejű széllel, sarkvidéki, sőt, szibériai eredetű levegő árasztotta el. Egyszerűen véget vetett a, hát kis túlzással tavaszias, esős, enyhe időnek. 15-20 fokot csökkent mindenütt a hőmérséklet, viharos helyenként 80-90 km/h szélet tört be a hideg levegő, hózáporok az ország keleti harmadán, észak-keleti harmadán pedig havazás fordult elő. Nem nagy mennyiségű volt ez a hó, de mivel már fagypont alatt volt a hőmérséklet tegnap a nappali órákban is, ezért hófúvás is kialakult. És még egy dolog ennyit megér, mielőtt a hétvége időjárását itt kiveséznénk, hogy mivel fel volt ázva a talaj, viharos volt a szél, ezért sokfelé kidőltek a fák villanyvezetékre, úgyhogy különösen Nógrád megyében nem egy helyen hosszabb, rövidebb ideig áramszünet is kialakult a viharos szél hatására, és hát a közlekedési balesetek száma is megnövekedett, hiszen szerdán még sokfelé esett az eső, aztán csütörtöknek viradóra a fagyos időjárás miatt a nedves útszakaszok jégpáncéllá váltak, és erre a jégpáncélra esett rá a néhány centiméteres hó, kivéthetetlen. Elég sok volt a baleset, téli útviszonyok között kell autóznunk a következő napokban is, hiszen ez a hideg, szibériai eredetű levegő fokozatosan nyugalomba kerül, és egyértelműen meghatározza majd a hétvége időjárását. Már a viradóra is az északi hegyvidék szélcsendes hóborította völgyeiben, mínusz 15, mínusz 20 fokig csökkent a hőmérséklet, és ahogy a szél leáll majd ma délutánra, illetve szombatra, viradóra már az ország jelentős részén legfeljebb mérsékelt lesz az északi észak-keleti szél. Nagyon-nagyon kedvez ez majd annak, hogy erős legyen az éjszakai leülés. Egyrészt azért, mert szibériai eredetű levegő van fölöttünk, másik azért, hogy az ország északi, észak-keleti harmadán az összefüggő hótakaró még csak rátesz egy lapáttal, hogy erős legyen a kisugárzás, hiszen ez a levegő, ami érkezett, száraz volt, ezért kevés lesz a felhő az éjszakai órákban, így szombatra viradóra és vasárnapra viradóra is nem egy helyen mínusz 20 fokig, helyenként mínusz 20 fok alá süllyed majd a hőmérséklet. A leghidegebb éjszakánk ezen a télen az most holnapra viradóra, tehát szombatra viradóra várható. Ekkor lesznek olyan helyek is, ezt most megkockáztatom, benne van akár a mínusz 25 fok is, de mínusz 20 fokos hőmérséklet előfordulhat elsősorban az északi hegyvidék völgyeiben és az észak-keleti országrészben, ahol néhány centiméter hó található. Az ország jelentős részén nincsen hó, igaz ez Baranya megyétől egészen Győr-Sopron megyéig, ott csak száraz, hideg lesz, olyan, a csakot idézőjelben mondtam persze, olyan mínusz 8, mínusz 12 fok közötti legalacsonyabb hőmérsékletre lehet számítani. És még másik fontos dolog, hogy a nappali órákban is fagyos idő várható, a hőmérő higanyszála az ország jelentős részén nem emelkedik majd mínusz 5 fok fölé, csak egy-két helyen lehet ilyen nulla plusz egy fokos legmagasabb hőmérséklet, tehát egyértelműen fagyos, hideg téli időre számíthatunk ezen a hétvégén. Ma délután egy-két helyen lehet még átfutó hózápor, és egy-két helyen lehet vasárnap is hózápor, de nagy mennyiségű hóra nincs kilátás, ezért a száraz hideg lesz a jellemző. Kiránduló idő, igazi kiránduló idő, megfelelő melegen felöltözve, például kell a kapucni vagy a sapka, mert hogy, mint ahogy említettem a hőmérsékleteknél, ugye mind szombaton, mind vasárnap a nappali órákban is sokfelé fagypont alatt, általában olyan plusz 1 és mínusz 5, mínusz 6 fok között lesz a legmagasabb hőmérséklet is. Kristálytiszta levegő, egészséges időjárás, ez lehet mindenféleképpen a jelszó. Esernyőt nem kell vinni, mert a csapadék, ha lesz, akkor egy-két átfutó hózápor, ehhez nem kell az esernyő, úgyhogy igazi téli egészséges időjárás vár ránk ezen a hétvégén. A nagy kérdés, hogy meddig?
Nos, hát a hosszabb távú előrejelzések azt adják, hogy a jövő héten is elkerülnek bennünket azok a légköri frontok, amelyek enyhülést hoznának, úgyhogy a jövő hét közepéig, második feléig mindenféleképpen, ha nem is mínusz 20 fokos éjszakai hőmérsékletek lesznek, de fagyos éjszakák, és kevéssel 0 fok fölötti hőmérsékletű nappalok várnak ránk, és ha egy hét múlva ismét meghallgatjátok majd a Honnan fúj a szél időjárás jelentést, arról fogok beszámolni, hogy ez a téli időjárás várhatóan még a jövő hét végén is kitart. Mit tanácsolhatnék nektek? Használjátok ki ezt az egészséges hideg időjárást, rétegesen öltözködve, nagyon kellemesnek mondható ez a hétvége időjárási szempontból, repkednek majd a víruszok. Jó hétvégét, sziasztok!